Sziasztok, kedves barátaim! Remélem, hogy jó halljátok engem itt a nagy zajba. Én hallom magamat a fülesemben, nagyon zavar, mert késéssel hallom magamat, kicsit halkabbra csinálom. Így jó. Oké. Most elindultam Krisnavölgyből. Van egy kislány, vagy lány, fiatal hölgy, 23 éves, aki ma holnap el kell, hogy hagyjon a testét, és megkérték, hogy elmenjen kórházba. Ő is járt Krisnavölgybe, budapesti központunkba, akkor búcsúban volt, Szekér Fesztiválon. Szóval eléggé jól elindult a lelki élete, és most van az utolsó vizsga, ami a legfontosabb vizsga, és legnehezebb vizsga, és ezért nagyon jó, hogyha szakértők segítenek nekünk ilyen korát menni ezen a vizsgán, akkor nem tudjuk félni, nem fogunk félni, bátrabbak leszünk, és a szakértők tudnak segíteni, mondani, mit csináljak, mit lépjek, és akkor így fájdalommentes vagy minimális fájdalomokkal, mint a félelmek, ilyen pszichikai fájdalomokra gondolom, ha meg fog történni. Elmegyek, ott lehet, hogy amikor vége, és hazaindulok Krisnavölgybe, akkor majd elmesélek, mi történt. Hát most viszem magammal szent dolgokat, oltáron, Krisnavölgy oltáron, virágfüzért, most nincsen rajtam volt, csak leraktam, akkor ilyen tulaszi szent leveleket, szent vizet, ezeket minden kedvező, hogyha a testet kapjon, testre rárakjunk, vagy test mellé, attól függ, hogy mit engednek az orvosok és a körülmények. Találkozok anyukájával, apukájával, nekik is ilyenkor szükség van a támogatásra, a lelki támogatásra, fontos. Ilyenkor a legfontosabb, megértsünk, hogy ez a világ ez ilyen, minden ideiglenes, előbb-utóbb valaki, mindenki el fog menni, sorba egymással tudjuk majd elbúcsúzni, de ezt el kell fogadjunk, hogy ez van, és amikor mi megértjük, hogy nekünk lelki fejlődésre van szükség, hogy a mi küldetésünk itt a Földön az önmegvalósítás, hogy mi lelkek vagyunk, aki nem hal meg, és lélek, mint Isten örök szolgája, ezt meg kell valósítanunk lelki gyakorlatok segítségével, megszabadulni a karmától, és visszamenni a saját eredeti lelki helyzetbe. Ott nincsenek ilyen fájdalmok, nem fogok senkit elveszíteni, mert maga egy lélek örök, csak itt ilyen ideiglenes helyzetekbe kerülünk, ami sosincs stabil. Mégis valamikor tűnik, hogy na most végre elhelyezkedtem, minden jó lesz, most így jó néz ki minden, de holnap nem biztos, sőt garantálhat nem lesz ugyanaz. És amikor mi erőltetjük, hogy miért, de én mit akarok, és ezt, és ez így akarok, ahogy én gondolom, addig fájdalmas lesz. Inkább fontosabb megérteni az igazságot, hogy nem lehet itt megőrizni semmit, de hogyha mi akarunk szeretetbe élni, fájdalom nélkül, szenvedés nélkül, boldog élményekkel, akkor lelki tudatunkra van szükség. Szóval meg kell változtassuk a tudatunkat. Most elindultam, majd
mesélek, hogy mi történt, mert most lesz utolsó vizsgát, már azon van, és fogok segíteni, akkor majd jelentkezek. Nem tudom, hogy mennyire sötét lesz, hogy hogy fogok csinálni a mai este jelentkezést. Kitalálom valamit, jó? Rendben, akkor köszönöm szépen. Most egyet még kérek benneteket, aki nézi a videót, hogy imádkozzátok, ez biztos, hogy Dettiért, Istenhez, Krisnához, hogy kedves Uram, kérlek, segíts neki, vidd el az ő karmát, ami még marad, ami akadály lenne a lelki útján, ne legyen semmi akadálya, legyen legkedvezőbb a körülmények, a helyzet, a tudatja, hogy haladjon a lelki úton. És adok egyet neki, hogy ő valósítsa meg a lelki szintet, akár amikor te akarod, akkor most ebben a pillanatban, vagy a következő születés, akkor legyen neki olyan születése, hogy rögtön gyerekkortól szentek családjába szülessen, és már gyerek napoktól gyakoroljon lelki életét. Ez lehet imádkozni. És aki szeretne még egy kicsit több áldást adni a Dettinek, akkor mondjuk velem együtt most Hare Krishna mantrát, jó? 1, 2, 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rendben, és akkor majd imádkozunk érte, jó? Köszönöm szépen. Este jelentkezek, Hare Krishna.